Szeretettel köszöntöm a drága testvéreimet, örülök, hogy itt vagytok, az Úr áldása legyen veletek, és az Köszönöm Úr meg is áldja az ott a szállást, ugye mit mondani, hogy szálljátok oda magatokat, ha kell, vegyétek meg áron is, és ára van annak, hogy az Isten királyságába be tudjunk jutni. Ára bizony. Dicsőség Istennek. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik követik a tanításokat. Áldás legyen a ti szívetekben, mindjárt nyissuk ki a szívünk ajtaját, az igék odahújjanak be, hogy valóban meg tudjanak minket formálni, újjá tudjunk születni, új teremtések legyünk, ne olyan gazmagok, mint voltunk, és úgy tisztátalan kedeket ne emeljünk fel az Úr elé, és tudjuk azt, hogy megtisztulva kell szellemnek, léleknek, testnek. Megtisztulva kell várni a Úr Jézus Krisztus, mert ugyanakkor várhatják sokan, de itt is maradnak a földön, és tudjuk utána súlyos csapások jönnek, az ige azt így, hogy Isten kitölti a haragját. Mi nem szeretnénk már itt lenni, mi nem az új földet tartalunk, hanem a mennyek országában, mert ott Jézus már csinálja nekünk a helyet. Mert ezt ígérte, és az ő szava szent és igaz, és ő nem ember, hogy hazudjék. Halleluja, dicsőség Istennek! Drága testvéreim, az Úrban a múlt heti tanítás, az a szabadító szolgálat, a 8. fejezet volt, hogy Úr Jézus Krisztus miért jött a földre, és hogyan csinálta? Hogyan csinálta? Ördögöt űzött, és gyógyult. Ördögöt űzött, és gyógyultak. Ördögöt űzött, és gyógyultak. Nem úgy csinálta, hogy imádkozott és gyógyultak, hanem először az ördögöt kiűzte, mert az okozza a betegséget az embereknek a testébe. Aki ezt másképp gondolja, másképp tanítja, bizony, ő nem akarom bántani, vagy butuska tanító, nem Isten állította oda, az biztos, mert az ige azt mondja, akit Isten kiválasztott, azt ő meg is tisztítja, úgyhogy butaságot már nem lehet beszélni, hanem Szent Szellem által vagy vezetve, és a tanítások is teljesen másképp folynak, mint a testi emberek tanítanak. Ezekből van nagyon sok. Én nem akarom fényezni magamat, de nem merek hozzátenni, nem merek elvenni, és áldott legyen, aki keresi az igazságot, az hallgassa ezeket a tanításokat, mert nem teszünk hozzá, és nem veszünk el. Na, menjünk tovább. A mai napnak a lényege az lesz, hogy a tanítványok hogyan csinálták, hiszen azért tanítványok, mert az Úr Jézus Krisztus elhívta ezeket a halászokat, hogy ember halászát tesznek benneteket, azaz embereket fogtok megmenteni. Mennyivel komolyabb dolog, mint kipecsálni egy 10 kilós halat, igaz? Mennyivel komolyabb dolog. Egy embernek az életét megmenteni. Micsoda nagy dolog. És rengeteg sok embernek kell az életét megmenteni, mert tévelyegnek, telve vannak a gyülekezetek, telve bűnökkel még a vezetők is. Szóval ez az Úr Jézus Krisztus kitanította őket, ő nem örökre jött a földre, hogy itt legyen a földön, hanem ez a tanítás, tudjuk a Szentírásból, 3 év ez a tanítás, de plusz még van rá egy év, mert olyan jó, hosszú tűrő, maga Jézus mondja, a mennyei atya, ami nem hoz gyümölcsöt, vág ki. Mit kell ez alatt érte? Nem a gyümölcsváról van szó, hanem arról a keresztényről, aki már 3 éve vagy 13 éve áll a gyülekezetbe, azt még csak a szomszédnak sem mondta el, hogy van Jézus, és meg kell térni, hogy ne menjen a pokolba. Hanem lépten nyomon mondod, benne van ott a szívedben Isten, akkor azt mondod, mész a boltba, és úgy, hát, ha gyűjtik a pontot, milyen? Mondom, persze, menj be, gyűjtjük be, mondom, ott nem vészel. Még ott is mondjuk, minden esetre mindenre tudsz reagálni, és te jelzed azt, hogy Istenné kell, hogy legyünk ahhoz, hogy a lelkünk is megmeneküljön. Na most aztán vannak olyan keresztények, akik már 30 év oda jár, még csak a szomszéd se tud róla, hogy ő úgymond keresztény. És hát ugye 3 éves kiképzés, és Úr Jézus azt mondta, Uram, adjunk még egy évet neki. Ilyen hosszú tűrő volt Jézus is. Megtrágyázzuk, meglocsoljuk. Hát, ha termőre fordul. Persze ő nem a fáról, hanem embernek a fájáról szólt. Magyarul megevangelizáljuk őtet. Hát, ha fölismeri, terve van bűnne, adunk neki szabadító szolgálatot, ördögöt kiűzzük az életéből, és akkor hát, hogy a gyümölcsöző lesz. Mert egyébként gyümölcsöző csak így lehet. Sehogy másképp.
rengeteg sok keresztény készül, ő maga sincs megtérve azt asszal részt. Ez a test. Ez a test. Figyeljetek. Szóval akkor a tanítványok is kérdettek erre képezve. Nézzük meg, mit mondod, igen. Kezdjük a Máté 10:1-el. És előszólítván a 12 tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat. Figyeljétek a sorrendet! És gyógyítsanak! Minden betegség, minden, figyelj csak! Még egyszer mondom, minden betegséget. És minden erőtlenséget. Erre hatalmat kaptak az apostolok. Hát ez most is így van, ez a hatalom most is ki van állatva. Hát csak persze, hogy meg kell érni. Nem telve bűnne, az begyűjjük az ördöget, űzzük meg, kukorékolunk, meg minden marhaságot csinálunk, ez abszolút nem Istentől. És milyen érdekes, ugye egy 10. fejezetnél már az Úr, még nem is voltak a 3 éves kiképzését, már elküldte őket fél úton, menjetek. Nézzük meg ezzel kapcsolatosan a Márk 16:15. Márk, igen, így van, 16. fejezet, ez mondja. És mondván nékik, elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, ebben mindenki benne van. Mindenki. És az evangélium. És mint tudjuk, a teljes evangéliumot kell hirdetni, nem csak az, hogy ó, szeret az Úr, megyünk, üdvözülünk, ne törődj bűneiddel, már fölvitt a jövő hetit is. Így tanítsák. Ez nem csillalmas. És a sok butuska ember, akinek nincs ige ismerete és testi keresztény, ezt el is hiszi. Az terve van bűnnek. Elhiszi, hogy ott szentség alatt van az ég, meg mindenki, aki ott van, ő a nagy fertős bűnne majd ott lesz. Hát hogy lehet ilyen buduska valaki? Bibi ezt abszolút nem támaszza alá. Aki hiszen megkeresztelkedik, üdvözül. Figyeled, aki hisz. Hát persze megkérdezed, hol bűnöst is, még a katolikus papot is hisz, és nem, de persze, fiam, hogy ne hinnek már. Hát ez nem az a hit. Egy természet fölötti hitről van szó, mikor azt mondod a fügefának, ne teremjél, többet nem fog teremni, azt mondod a hegynek, ugorjon a tengerbe, be fog ugrani, és azt mondod, hogy én már Jézus sebében meggyógyultam, puff, abban az órában meggyógyultam. Így kezdődik ez a hit, amiről Isten beszél. Nem, hiszek benne, hiszek, azt mondja, hogy rákos beteg, minden baja van, de ő hisz Istenben. És akkor nem tudom engem, az Úr miért nem akar meggyógyulni, mit akar kihozni ebből? Az Úr semmit sem, a hülyeséget akarja te belőle kiszorítani. Ezt a butaságot, aki ezt tanította. Szóval, aki kiszer megkeresztelkedne, álljunk meg itt. Hát, ha igazi hited van, a megkeresztelkedés is miről szól. Nem a vízbe bedugnak téged, az ugyanaz bűnös maradt. Ez velem is megtörtént. Meg veletek is ez történt, bedugnak a víz alá, az kész, aztán utána ugyanúgy továbbra is bűnös vagy. Mert nem a víz most meg, hát persze használsz hozzá a szappantiket, de egy jót fülöttél, megtisztálkodtál, kihűdő. Belülről meg telve, az ördög még ott van. Szóval azért mondja, akik hisz, azok keresztel, mibe? A Szent Szellem tüzébe keresztes bele. Mit mond János? A keresztelő János, akkor mondja, majd Úr Jézus Krisztus, ő nem vízzel keresztel benneteket, hanem a Szent Szellem tüzével sokat rída, halleluja, Úrval. Atom, olyan erő van. Gerjessétek föl a Szent Szellemnek a tüzét. És ő gerjedsz. Jó irányba. A bűn ellen. És itt hatalommal üldött ki az ördöget. Természet fölötti hitre kell szert tenned, akkor keresztelkedsz meg. Nem ahogy ezt hazudják a gyülekezetekbe. Megkeresztelkedtél, betoltak a vízbe, megvagy már, hogy ne. A vízbe majd akkor merítkezzél be, mert mikor vízbe bemerítkezel, az azt jelenti, megpecsételed az életedet, átadod testedet, lelkedet, szellemedet az Úrnak. Na kérdezd már meg magadat, átadtad az Úrnak a testedet, lelkedet, szellemedet? Az hétvégén eljössz egy gyülekezetbe, le van tudva. Keves.
nézzük meg a gyümölcsöt, az, hogy nehéz, most nézzük meg a gyümölcsöt. Hány embert vitte az úr elé? Hát a figyelj, de egyet sem, mivel még ő maga sincs vettél, volt vinni az úr elé. Hát nem, az a pásztor is csak oda tud vinni tégedet, ahol ő van. Ha ő a pokol útját járja, a széles utat, a kegyelmet, na oda el tud vinni. És oda is vitte a bárányokat, a Vatikán alá. Mert pénzszerelmesei remegnek a lóvéjé, a mammoné eladták a lelküket. Megtérve egy sincs. Ha ugye ezt az igét még egy órán keresztül tudnám mondani. De még több igét is szeretnék. De ezt komolyan mondom. Ha még sincs térve. Szóval itt azt mondja, még egyszer olvasom testre, mindenki vizsgálja már meg a szívét. Becsapott állapotban van, aki erre fölháborodik, mert sokan föl is háborodnak. És az minden erőt csinálja. A tévegés szelleme van az életünkben. Tévegés. Ide és oda, és te figyeld ezt a tanítással, mert olyan jó pont beszél ez. Ha nem az enyémet mondja, hanem a kegyelmesekét. És tetszik ez. A bűnösnek nagyon tetszik ám. Szeret az Úr. Szeret megyünk a mennybe. Ez tetszik nekik. Tudom, mert ennek keresztül mentem én is. Ott elő voltam meg bűnne. Olyan jó volt hallgatni az ilyen kegyelmes tanítót hallott. Meg el is járogattam oda én is. Már ott a sejben rákos betegségben meghalt. Már nagy szeretet volt benne. Kérde, de? Nem attól lesz ő beteg, ami a szádon bemegy, ami kimegy. Úgyhogy a rákos beteg a súlyos gyűlölettel van telve, meg ki tudja még milyen démonokkal. És nem Isten adta neki, ő saját magának csinálja. Ki mint vett húgyarat. Azok pedig hisznek, na még egyszer ugyan, nem. Aki hiszen, megkeresztelkedik, üdvözül. Ha megkeresztelkedtél Szent Szellem által, és ha a Szent Szellem Jézus lakodás vett a te szívedbe, ne félj, az rámutat a bűneid, és nem érzed jól magad mindaddig, míg meg nem szabadult tőle. És oda mész, és nem takargatod, hanem mész, akinek van erre kenet, és megvallod neki, hogy az ige is mondja, valljátok meg egymásnak bűneiteket. Hát az könnyűbb, bemész a legbelső szobába, azt ott megvallod az Úrnak. Jaj, Uram, én megcsaptam feleségemet, de jó, nem tudja. És akkor ezt megcsináltad, hetette. Semmi, nulla. Ez nem ez a megvallás, amit Isten akar. Szégyeld el magad, van kétféle, ugye? Van az, hogy ha szégyeli magát, kicsit a bűneit, még lehet, hogy sír is, testből, vagy van, aki bűnbánatra jut, és rájön, bícsoda, mocskos disznó voltam. Akkor jusson az eszedbe, neked az hogy esne, ha ő is ugyanezt csinálna veled? Lehet, hogy mindjárt leütnéd őt, mint a nyomot. Vajon jó esne, a testi ezt csinálna, biztos, hogy ledurrantana mindjárt neki egyet. Miközben öcsett, ugye? Számtalan ilyen esetünk volt a szabadító szolgálat során. Jött a személy, fel volt háborodva, hogy a felesége már találkozgata valakivel X személye. Semmit nem akarok olyat mondani, hogy senki ne ismerje föl, hogy kivel van szó, mert nem akarnám kiadni. És föl volt háborodva ez a személy. Mondom neki, te figyelj már ide, testvére. Te nem csaptad meg a feleséged, az kiderült 7-szer is. Ő előtte. Tudom, akkor nem háborodsz rá, amikor csaltad a feleségedet? 7-szer is, most háborodsz, mert találkozott vele. Na ilyen az ember, ez a démon. És akkor volt egy másik személy is. Jaj, hát a feleségem el is vált tőle, meg minden, meg höpörgünk, az is elkezdett. Na figyelj már, de te sose csaltad meg a felese. Hát dehogy nem, de az már régen volt. Mondom, te azt a parádnosság szellemiségét te hoztad be az ő életébe. Szeretkeztetek azt, ami szellem benned volt, ott volt már mindjárt a feleségedben is. Mert egy testé váltok, és azok a démonok, és akkor parádnálkodik valaki, ami van abban a szemében, az már nálad is van. Aztán majd az Évával, a Zsuzsikával, és amilyen démonja volt neki, terve van az a személy démonokkal. És így csalják meg egymást. És figyelj őket, nem, mert elválunk, kész, jó, ha mint, igen, figyelj, repereg róluk. Ezek mind a testiek démonizált állapotban vannak. Miért? Komolyan se veszik, hogy a házasság törőt az Úr meg fogja ítélni. Nem is beszél a paládnaságról. Azon nem beszélve volna ige ismeretük, mikor le van írva, olyat el se vehetsz, aki elvált már.
az úgy várja, tudd azt, hogy akárki de se vehet. De tudja, a feleség is az, hogy férhez nem mehetek, mert én Maciej voltam. Kiszabadul e felől föl. A tudatlanságot mind végigen nézed úr. De mikor már te 30 éves keresztény vagy, vagy 20, vagy 5, arra én már illene ezt tudni. De mivel becsapott állapotban tévegé szellemisége, hát úgy csinálnak, mint a nagyvilágja, semmivel se különben. Hát akkor milyen gyümölcsöt látsz? Azt csinálja, mint a nagyvilágja. A nagyvilági nyugodtan mondta, hát vigyel a keresztet, ez ma másodszóval te. Most akkor hogy van? Nem keresztő, még csak keresztény se. A hívőnek kellene, mert csak keresztény se. Rosszabb, mint a nagyvilági. Mert a nagyvilágra legalább nyíltam, hogy hagyja engemet ezekkel, én nem hiszek benne, az kész. És az úr majd el is fogja neki nézni, ha 5 év múlva megtér, vagy 2 év múlva. De aki már jár a gyülekezetbe, nem tehet ilyet. Háborog a lelkem, igen. Mert keresztény bergeken belül, vagy siralmas helyzetek. Mint ha erre az ige figyelj, nyugodtan bekukál, lúdolva. Egy igen, semmi nem vonatkozik rá, csak az, hogy üdvözöl. Hát micsoda a sötétség ez, igaz? Hát ezt a sötétség ördögét kell kiűzni az emberekbe. De az alázatra kéne neki jutni, nem okoskodni, testi, semmi köze is tehet, és aki már szent szellem által teszi azt, amit az úr ráhelyez, és csak okoskodik, mert a testi az csak okoskodik. Vitatkozik, okoskodik, erre mondja a bölcsapostól, semmiféle meddő vitában ne folyatok bele. Mert meddő a vita, hát ő testi, bármilyen ígérő beszélsz, meddő. Nincs még vitatkozni, meg kéne, hogy térjen. Nincs megte. Hát ő elmondta a befogadóimat, hát az a befogadóima, az egy befogadóima volt. Ennyi. És ott lerekedtek, 30-40, de siralmas helyzet nem is velük van, hanem azokról a vezetőkről, akik a széles úton vezetik őket. Ez a nagyba itten. Azok nagyon szégyeljék magukat. Ott itt érde szék előtt mindenki megfogálni. Ők is. Sereg a tanítások pont erről szólnak. Ha nincs benne Istenfélelem, persze, hogy minden bűnt elkövet. Már nem fél Istent. Amikor azt mondják, kukázd be az ótestamentumot, mélykőfény az Istentű. Meg terepruhára, ha elmegy a Isten tisztelet, vagy a többit bosszantja. Most akkor ilyen ember elég, hát ez megtörtént dolgok ezek. Akkor ilyeneket, de Jézus azért gyógyított szombaton, hogy bosszantja a farizeusokat. Hát gondold el ezt a testi elmét. És a fél Magyarország követi ezeket, akik ilyeneket beszélgetnek. Ha nem, három verdésze. Na szóval, még mindig ott vagyunk, hogy aki hiszen megkeresztelkedik, és az üdvözül. Érted? Ha te megkeresztelkedti, üdvözül. Ha itt vannak becsapnak, nem keresztettek be, ők csak vízbe merítkeztek be. És nem is értik, hogy mi az, hogy vízbe bemerítkedni. Mint mikor a kincstárnok is ugye vette az adást, ott a Filip elmagyarázta neki, és akkor azt mondta, akkor most mi akadályoz meg, hogy vízbe nem merítkezzek be? Miután Szent Szellemmel betöltekezté, mert a Szentírás azt mondja, hogy Szent Szellemmel vegyetek keresztséget. Ha Szent Szellemmel keresztelkedj meg, aztán majd ugorjál vízbe, miután már Isten ott bent van és megtisztította a te edényedet, akkor át tudod adni Istennek magadat, nem hogy át tudod, akarod szolgálni őt. Majd a különbség. Nem 40 éve jársz, akkor még egy legyet se térített meg. Még csak nem is mondta az igét, ha hogyan mondanám. Nincs Istennél. Nincs a szívébe ez a parázsat, a tűz. Halleluja, dicsőség Isten. Ez a megkeresztelkedés, mert mindig itt tenni vagyunk. És akkor olvasom tovább, figyelj, megkeresztel, üdvözül. Aki pedig nem hiszel, elkározik. Ember, a lelkedről van szó. A pokolba fogsz fölébredni, ha úgy maradsz, ahogy vagy, bűnökkel szelve. Hát nagyon nagy a tét, komoly a helyzet itten. Senki nem, hogy azt így, hogy így hirdettek a Pál apostol a gizét. Igen. Kedves testvéreim, az Úr lesz ezt a nézőmre, elmondtam nektek. És akkor ilyen szépen, lájtosan, fülik, mosolyogva, csak a feleség jött. Menjünk tovább. Szóval aki nem hisz, már elkározott. Ez egy komoly ide. Menj a pokolba. És akkor ezt merít tanítani, megyünk a mennybe.
és tele van bűnnel. Figyeld. 17-es éves. Azok pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik az én nevemben, ördögöt űznek, és nyelveken szólnak. Űzi az ördögöt. Nem kiszalad, eztet kidobja, és akkor kimegy az utcára, mint sok most is van egy valami fiatal ezt tanítva. Mindig van a sátánnak munkása, minden időszakban egy valakit előhoz, és az a sok birkákat meg, és mindig akad egy olyan magyar személy, aki lefordítja a mocskos tanításokat. Mindig akad. Most megint van valaki, mit tudom ki az fiatal ember a hangjáról hallatva, és hirdeti ezt a hamis tanít, és menjetek ki az utcára, és akkor tedd rá a kezedet, hogy gyógyulja. Hát ez hiába teszed, az ördög még ott benn van. Ez káplázat, hipnózisba ejtés, és elhiszi. És érzés, hogy ott tényleg nem vár. Ó, de jó, halleluja, egy hétig vagy kettő. Hát az ördög továbbra is ott bennmaradt, aki okozta a betegséget vagy a fájdalmat. Ez egy csomag, hogy kiűzöm először. De azt se nem én űzöm Torben módra, és ezt nagyon sokan követték, és akkor pakolom, csak űzöm, és űzöm, és űzöm, és űzöm, és te föl se ismerted. Hát és tudod, mi van, csak ott lesel, főleg ha vízbe csinálják ezt, vagy kín az utca, ez a sok ördög. Föl se ismerted, mivel meg se vallottad, meg se tagadtad, az ördög ki se fog menni. Csak lesz jó vergődés, amit látnak kundalini soknál, ez majd egy külön tanítás lesz. Fölháborító, igen. Hogy ez a mocsok, piszkos, sátán munkásai, ez kell az embereknek. Nézd meg! Hamisakat egy nap megnézik 5-10 ezer. Ez az igazság meg pár százan nézeget. Látod a különbséget? De ne aggódj, mert az igen azt mondja, picsi nyájam, ne aggódjatok. Kevesen vagyunk. Látjuk a létszámról is. És mi nem azért jártassuk a szánkat, hogy több ezre legyünk. Hanem aki jön, tisztuljon meg, valóban Istennél legyél, és akkor te is már magadtól mondod az igét, hogy miért kell megtérni, mert legyünk a pokolban. Miért mondod el neki? Mert már szeretet beköltözik a szívedbe, és szereted a szomszédot is, szereted azt is, aki te rád tücsköd magadat szól. Akkor nem azt mondod, milyen mocskos az üssük le, régen így volt, hanem ez milyen démonizált állapot van, imádkozzunk érte. Teljesen más a látás. Szóval, ördögöt űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, ha valami halálos a tisztnak meg nem állt nekik, betegekre vetik kezeiket, azok meggyógyulnak. Ezek csak ezt vették-e. De ez nem jó. A sorrend se jó. Mert ha már az ördögöt fölismerte, akkor fölismerte azt az ördögöt is, aki okozta a betegséget, és azt kiűzzük, már a hangon átveszed a gyógyulást. Mennyi értelemszerű, igaz? Aki okozta a bajt, azt kell kiűzni. Ugye? Milyen értelemszerű. De nem, ez így hosszantartó, meg ezt tanítani kell, meg aki ezeket a hűzögeti, ő maguk sincsenek megszabadulva. 10 év alatt álltuk, 50 dioptriás szerveg. Lukács 9:1-2, add meg. Lukács 9:1-2-t olvassuk, kedves testvérem az Úrban. Lukács elagyom. Ha lenne a dicsőség Istennek, ugye tudjuk ezt, ez a Lukács, ez doktor úr volt, doktor, azaz nem úr, úr az úr, a doktor volt, és nem ő gyógyított, hanem a Pál apostolnak jegyzetőt, segítő társa volt neki, mert ő azt rájött magától is, hogy nekem közül nincs a gyógyításod, mert látta Pál apostol, hogy a gyógyulnak az emberek, de ördögöket ügyni, úgyhogy nagyon jó volt neki a látása Lukács doktornak. 9. fejezet 6-os igeverset olvasom fel. Kimenvén annak okáért bejárják a falukat, hirdetve az evangéliumot, és gyógyítván mindenütt. Kimentek, bejárták a falvakat, először hirdették az evangéliumot, ki is ez a Jézus, miért jött ez a Jézus, hogy ne a pokolba végezzen, stb. Az igaz evangéliumot kihirdették, és akkor aki megtérésre jutott, azokban az ördögöt kiűzték, meg gyógyított. Ez a folyamat, ez nem változott soha senki semmit, hanem csak a sok hamis tanítók változtatták ezt meg.
ez kikapta MS, az kikapta Kundalin és az ördögűzést, annak meg csak kikapta a gyógyulást, és hipnózisba esnek az emberek, és el is hiszik akkor, és úgyis érzik, hogy a fájdalom megszűnt. Kedves testvérem, menjünk tovább. Habcsel 8. 8. fejezet, 5-ös ige versét szeretném felolvasni nektek. 5-től 8-ig. Olvasom. És Fülöp lemenné Szamaria városába, prédikálja valamelyik Krisztust. Sokakság pedig egy szívvel, lélekkel figyelmezve azokra, amiket Fülöp mondott. Halván és látván jeleket, melyeket cselekedik. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimentek, sok guta ütött, és Sánta pedig meggyógyult. Itt is ugyanazt a sorrendet láttad. Sehol nem fogod azt olvasni, menj oda, csak gyógyíts. Hát az ördög okozta a betegséget, először azt kell fölismerni, és meg kell vallani, meg kell tagadni, mert addig én hiába üzöm. Vergődsz van jó nagyokat, mert a démon ottan lázadozik benned, de jó alapja volt továbbra is ott legyen, ha nem vallod meg. Mert a megvallás, ezt teljesen kidobták az életükből, pedig még a János is erről beszél. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és térjetek meg. Hát a sorrend föl van írva. Nem, ezt kihagyjuk a kegyelmesek, ki ez már túl macerás itt lenni, egy teljes evangéliumot kell hirdetni, rá kell, hogy jöjj, fel kell, hogy ismerd, ezek macerás dolgok, érted? Jöjjön, van, aki hallgassa, azt még 10 év múlva is csak hallgatja. És az ige meg azt mondja, ne csak hallgatója légy az igének, cselekedj meg, ha elbevágott téged az a bűn, vagy fölháborodtál, ami olyan dologról van szó, akkor tudd azt, hogy a démon csinálta. Na, attól kell megszabadulni, nem a tanítástól. Ha, mert ez mindig ilyeneket tanítja, ilyeneket állt a Biblia, mindenhol ezt írja. Ilyeneket tanítanák már. Álljad be a sorba, én is a széles útba. Ha ne félj, jó, sokan volnánk, az biztos, mert meg is gazdagodhatnánk belőle, de én nem a pokolba akarok végezni, meg azok se, akik hallgassák és ide járnak. A mennyországban is jó. Mert a gyümölcs az, hogy elvezeted őtet Isten elé. Ne csak ha te már Istennel kapcsolatban vagy, akkor neked az a kötelességed, ahol te vagy, te tudod, hogy milyen Isten, akkor a párányokat oda vezetni. Hogy az ige mondja, az én ugaim hallják az e hangomat. Na ez testvéreim azért kell bőtölgetni ám. Jézus 40 nappal kezdte, el ne felejtsük. Valamit kell neked is tenni, meg kell fogni az ördögöt ott magadban. Ez a nehéz, a nagy egót letiporni. Neked senkivel nincs baj, hogy saját magaddal. Mindenkinek csak saját magában van baj. Mi van bajod a feleséged, de vagy a tanítóval? Magaddal van bajod. Aki nem bírja fogadni az igaz tanítást, magával van baj. Ennyi, és azt mondta, és ha bőtölnek, és a Ninive most hozta fel az Úr, a Ninivébe ugye küldte a Jónást, Jónás nem akart menni, ő is lázadozott. De csak elküldte az Úr, és figyel, a királynak bement, mert mikor szentszerem által és Istentől van, akkor behasít az ívbe. El fogtok pusztulni az egész város, ha nem tértek meg. El a királynak bement, még az állatok is bőtöltek, azok se kaptak. Hamuba, zsákba bőtt, a nagy király is, és megmenekült név, másképp elpusztult. És most ugyanez a helyzet, semmi se változott. Mit mond az ige? Istennek árnyékába sincs meg a változás képes-e? És Isten nem ember, hogy hazudjék, amit ő mondott, az le van írva, az úgy lesz. Mit mond Jézus? Egy jó tej nem veszhet ebből, még be nem teljesedik. Föld elmúlhat, el is fog, de az írás marad. Szóval ezek komoly dolgok, kedves testvére, mindenkelni, hogy vizsgálja meg a szívét. Végigolvastam ezt a Simont, ugye? Igen. Figyeljetek ide. Szóval a tanítványok követték Jézus Krisztus példáját. Nekünk Úr Jézus Krisztus példáját kell, azaz apostolok példáját követni. Az egész egyház, hagyjuk már egyházat. Az egész gyülekezetnek ezt kéne követni. Az egész gyülekezetnek. Nem semmi más, meg programokat, meg külföldről egyik idén sátán munkása, a másik a sátán zsinagóga, ilyeneket hívogatni.
mindez a tadvált és fenékig érő hajamat. Ha nem ismeri az igét, hogy utálatos az úr előtt a hosszú haja férfinak. Ilyen embereket hívnak ide Magyarország, de kik hívnak ide, akik megtérve nincsenek, csak is azok gondolhatod. És tombol a nép. Tombol a nép, digadoznak, dőzsőnek, hogy az igény sírja, azt nem tudják, hogy a pokon útja. Ez a sötétség. Sehol végzi a munkáját az ördög, sajnos. Az igazság nem kell az embereknek. Csak ez a mese. Kis mise, nagy mise, nem történik semmi sem. Pap is így jött ki a templomból. Mi sem történt volna. Igen? Na testvéreim az Úrban, szóval akkor ott vagyunk, hogy Máté 10:7-8, oda megyünk. Máté 10. fejezet, 7-8-as verset fogunk olvasni. Olvasom testvérem. Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván elközelített a mennyek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, ha az ördögöt kell űzni, halottakat támasztatok, ördögöket űzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. De már elmegy a szolga, akkor meghívták ezt a, mi is ez a David Herzogot is, hogy tudjuk, mert a vezetője egy gyülekezetben volt. Annak én voltam a vezetője, úgyhogy ez ott történt, 700 ember egybe összegyűlt, mert külföldön ez a tuti jó. És akkor komoly milliókot megteltek a kosarak, négy kosarat körülött venni, ahol még megtelt. És mikor azt mondta, hogy nem tud jönni, mert sok az elhívása neki, aztán ma este kijelentett, hogy mégiscsak tudok jönni, ez az értéktelen magyar forint megdobottatta a szívét. Úgyhogy jött is ő még abban az évben. És kedves testvérem, ott is csak a hadugság, hamisság és az egész csak pénzű szó. És ez tetszett az embereknek. Megtelt a gyülekezeti ház. 700 ember ott volt, képzeljétek ezzel. És még volt, aki intézte, hogy kattintsa, ha akarsz jönni, hogy ne férjél be. Ezt képzeled. Agy ember volt. Na, a hamisság az azt úgy mondta az embereket. De az igaz tanítás az már nem annyira. De vigyázzatok, még egyszer mondom, aki ezen az úton halad, széles úton a pokolba fog felérni. És ezek a tanítások azért szólnak, hogy térjél az igaz útra. Térjetek meg, mondja a Biblia mindenhol. Hát ez a megtérés, hogy fölismered, hogy rossz helyen vagy, fölismered, hogy tele vagy bűnnel, és abból térsz meg. És Biblia azt mondja, én éppen szaladj ki onnét a egyházából, a Babilonból. Szaladj ki! Mi a Babilon? A sok butuskának szeretném elmagyarázni, mert van, aki már ezt is összekeveri, aki kijött a gyülekezetből, mert besérült, az igazságot a fejére tolták neki, és ő is ezt mondja, hanem azt mondja az igaz, szaladjatok ki! Nem az igaz gyülekezetből, a Babilonból. Tegyük már helyre ezt, mert ennyi elvetemült ember van, aki hívőnek képzeli magát, hogy hú, atyám! És terves a tettséggel, bűnnel, és ilyenek, és meg mer szólalni. Mindegy, milyen bűnben van, parádaságban vagy ebben, és akkor még leoktatja azt, aki Szent Szellem által tanít. Hogy az nem úgy van, de mindig mellé nyúl. Biblia szerint, ha előveszed, amit ő beszél, látod, hogy hülyeséget beszél. Erre mondja Pál apostol. Semmilyen meddő vitában ne folyjál bele. Én nem is akarok senkire vitatkozni, hagyjanak engemet végképp. Menjenek oda akkor, ahol voltak. Ott okoskodjanak. Figyelj! Márk 1.34. Márk. Evangélium a első fejezet 34-es igelés, olvasom. És meggyógyítottak sokakat, akik különféle betegségben sírültek. Vala és sok ördögöt kiűztek, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivel hogy őt ismerték. Szóval, kedves testvéreim, az egész Szentírás, a négy evangélium, Isten úgy döntött, mind a négy legyen benne a Szentírásban, mert ez fontos dolog. És bent van minden négy, és más sem olvasol, űzte az ördögöt, és gyógyított. Hát ezt kellene követni az összes hívőknek, az eklésiának. Tudjátok, mi az eklésia? Görög fordításba, magyarra lefordítva,
Kihívottak. Hát nem egyházról beszél, itt a Isten se. Mit mond az egyházról? Kézzel csinált kőtemplomban Isten nem lakozik. Ez a Babilon. Szaladjatok ki onnét, és abból a gyülekezetekből, akik alá mentek a fejkóta vége. Ezekből kell kiszaladni. És keresd magadnak egy igaz gyülekezetet, mert nem lehetsz magánzó farkas, mikor a Biblia azt mondja, hogy Isten összekapcsolja a kezet, a lábot, a szájat, a nyelvet, a fület, és így leszel Istennek teste. Egyedül ott lesz ő test. Őt kifedi meg. Ott egyedül azt csinál, amit akar, oszla az észt interneten keresztül, és telve van bűnne. Ez az igaz. És telve van bűnne. Nagyon okos. Lehet is okos, ha persze, fejleg lehet okos, béme lehetne. Csak az nem Isten akarata. Szóval ott voltunk, hogy megint csak az ördöget űzik. Lukács 9.6. Jelenzenék fejlet 6-os ige vers. Halleluja, szent a Jó. 9. fejezet 6-os ügyelését fogom felolvasni nektek. Kimenvén annak okáért bejárják a falukat, hirdetvén az evangéliumot gyógyítva mindenütt. Mindenhol. Ugye sorrend, de ez az evangéliumot, ha nem tanított, hogyan tudja, hogy mitől kéne megszabadulni, érted? És a fő van háborodva, így az asszony, így a férjem, úgy az idősz, körbe terve van démona, mind a kettő. Persze nem érzik jól maguk. De ha evangéliumban tanítva van róla, akkor rádöbben. Nem a feleségemmel van a bajom, meg nem a férjemmel, hanem az az ördög, aki bennem van. Azt a nagy baj van, meg aki benne van. És ezek a tanítások ezért szólnak erről. Hát ezek az ördög üzések. Terve van mindenki, ahogy megszületsz, már betöltekeztél az ördöggel. Elvilág Istenével és csapata. Márk 6.12. Márka fejezet 12-es és 13-as vers. Halleluja! 12-13. Kimenvén azért prédikálják vala, hogy térjenek meg. Nem azért prédikálsz, hogy milyen jó kis evangélium van, ne nyomtál. A befogadó miatt mondd el, figyelj, hónap várunk a gyülekezetbe téged, megtértél, nagyon szeretünk tégedet, minden jóra fordul, ezt hazudják. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Térjetek meg. Hát tudják, mi a megtérés. Mi mikor megtérem, hát erőség külön tanítás. A bűnökben. Hát a megtérés. Felismered, hogy bűnös vagy, de hogy ismered föl? A nagyvilági vagy nem ismered föl? Akkor jogosnak tartott, beszólt neked, vagy adott egy pofont, te meg jól leütötted őt. És azt mondta, igen, mi van? Ugye cívócskodott itt. Ilyen a világ ember, és a utokra. És azt hiszi, hogy jót cselekedett, nem? Fölgyújtotta a te házadat, te fölgyújtotta neki álmat. Ilyen az ember. Ez az ördögtől van. Na de mikor az Istennél vagyunk, teljesen más helyzet. Azt mondja, kimenvén azért prédikál vala, térjetek meg. És sok ördögöt űztek ki vala, kik olajjal sok beteget megkentek, és meggyógyultak. Akkor Isten indít, akkor olajjal kentek őket. Isten indítatására. Nem csak azért, mert itt olvasod. Hanem Isten indít, na most igen. Akkor kedd meg, annak van miértje, és lesz miértje, mert Isten akaratában vagy. Hajjad is, Jöseg Istennek. Abcsel 3. Apostolok könyve, 3. fejezetéhez megyünk. Mindjárt vagyunk testvérem. Akkor felolvassuk ezt az igét. 3. fejezet, 6-os, 7-es. Igen, első. Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyom nincs nékem, ne kódolja. Nincs lóvé. Hanem ami van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! És ennek az embernek volt, hitte fel is kelt és járt. Honnét tudjuk ezt?
mert ők is Szent Szellem vezetése alatt voltak. Nem mondogatták volna, kelj föl, a kundalinisoknál ilyen sokat tanul. Kelj föl és jár, most akkor repül, az fekszik, nem jár. Nem gyorsult meg. Csak azért, mert ő az igét kivette a szó szerint, azt mondja. Ahhoz kell egy Szent Szellemi vezetés, akkor kijelenti. Na most menj, aztán imádkozzá érte, meggyógyítom. Akkor te már tudod az egész, kelj föl és jár. Mert az Úr indított. Az nem fog téged ilyen helyzetbe hagyni, hogy ködben nem úgy van. Mert az igével együtt munkálkodik az Úr. Jeleket, csodákat tesz az Isten fiaival. Mint ahogy Péteréket sitte. Jobb kezével fogva a felemelé, és azonnal megerősödött, és a lábai és a bokái. Felsökvén megálló, és járva vala beméne velük a templomba, járkálva, szögdölve, dicsérve Istent. Abba pillanatban látod, nem között neked evangéliumot csak illetni. Abba pillanatban az Urat dicsérte. És Péter megfogta, még fogta meg. Mert ő benne lévő kevettel már be is töltekezett. Erre a kézrátétet ne kapott, erre így az igen. De ha már te benned az van, és az Úr mondja, akkor te oda a kezed, arra a betegségre például. Mert ott az ördög van, az meg érzi a kenetet a kezedből kiáradni, és takarodik. De ez nem csak oda szól, hogy kivéd belőle, mindez a sok birka csinálja. Az ördög munkásai. Nem is birkák, kecskék. Na, kedves testvére, nem súlyosszalak ezek, igazszalak. Persze az igazság fáj általában az embereknek, főleg akit érint. Abcselöt 15. Olvasom. 5:15. Ugyannyira, hogy az utcákra kihozták a betegeket, letevék ágyakon, a nyoszolyákon, hogy az arra menő Péterre csak az árnyéka is írja vala, melyiket közülük. Ilyen hitük volt az embereknek, ember. Összelódottak, itt meg most a sok birka kiképzésnél, a bűnösöket ide hívják külföldről, és arra lódulnak össze a kegyelem tanít meg a varázslásra, meg hogy a kosarak megteljenek, még kétszer is van adakozás. Kevés pír jött össze a repülőre, még egyszer tolják már be, még van a zsebedben, még egy tízes dobbál be. Hát így kimondta, figyelj, vállalkozó vagy, tíded az alap, ne dobjál. Ilyen varázslás a szövegek mentek, ez nem egyszer mondta ki. Ez az Isten királysága szerinted, amit ezek bemutatnak. És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva a betegeket, tisztátalan szellemtől gyötrötteteket. Mert az ellen gyötör téged az ördögnek a tisztatalan szelleme. Kik mind meggyógyultak, figyeld, mit írt. Mind kérdemek. Olyan hite volt. Meg tanítottak róla, hát hogy nyilván, mert ott így evangéliumot hirdették, tanították azt, hogy elő van bűnne, bűnzsoldja a halál, és ha neked betegséged van, akkor az valami bűn okozta, mióta van a betegséged, ki ne haragszol, megköt, tiszta szívű, bocsátani, nem így, megbocsátottam neki. Erre hagyjad már, ez nem megbocsátás. Semmi, nulla. Hanem tiszta szívű megbocsátani, mert a megbocsátatlanság van, az olaj a kenet elmegy. És hitetlenné váltál. Persze fogod mondani a testi hit szerint. Hiszek Istenbe, de az a hit már semmi. Pislákol a lámpa, mind a öt balgatag szűznek. És nem mentek be a mennyek országába. Mikor már hitre jutottak, föltődök, eztek ott zörgettek, oda mengedj be! Nem ismerek benneteket, gonosz tehők. Komoly? Ez a mi Istenünk. Még gonosztevő. Megbocsátatlanság volt végig bennük. Nem tudtak megbocsátani. Tartották a haragot. Az adóságot nem adták vissza. Ha te egyszer Úr Jézus Krisztus megbocsátott nekem, akkor ki az, aki nem bocsát meg? Hát vesse magára. Vagy én ki vagyok az, hogy én nem bocsátok meg neki? Egyszer már Jézus megbocsátott, ezért ontottak ki a vérét. Az utolsó az emberéi is. Akkor én hogy merem eldönteni? Én meg nem bocsátok meg. Lázadás. Nem is kerültek a mennybe. Lázadás. Szent Szellem tüde nincs ott. Csak testi keresztény maradt továbbra is.
És akkor tudod, ah, már rég elfelejtettem, tudod, eddeli 3-4 év már szóba is áll veled, meg mindent, de a megbocsátatlanság tovább is ott van. És ezáltal nem is tud vetőtekezni a Szent Szellem tüzével. Az olajjal. Nagy veszély van ám itten. Erről tanítani kell, mert tanítok 95%-a a kegyelemmel van elfoglalva, meg a pénzzel. Ez volt a abcsel 15-16 ilyen. Minden beteg meggyógyult. Komoly? Komoly. Nem csak egy-kettő jó van, az meggyógyult, nem? Hát mert ilyen szintre kell jutni a betegnek is. Nem csak a gyógyítóról van szó, hogy ő is tiszta legyen, meg a szellemvilágban legyen hiteles, és Isten kenje föl az ördögüldésre, mert Isten ken föl téged az ördögüldésre, de akkor hiteles leszel te a démon előtt is, mert onnan győztesként kihozod Úr, és akkor majd a démon azt mondja, hát igen, Jézust ismerem, a Pált is, hú, azt tudtam, mit is ismerem. Ez dicsőség Istennek, és tényleg ez. Nagy alázattal próbálom mondani, mert valóban vannak gyümölcsök, nem visszatérő betegségek, hanem tényleg meggyógyult, de ez ő is küldött, nem csak én. Kellett ő is, hogy elhitte. És odajött, és hitte, elhitt akkor. Csináltuk a szavanító szolgálatot, elcsíptük azt a szellemiséget, ami okozta neki azt a betegséget, és ki lett tűzve. Ő megtagadta, megvallotta, fölismerte, ki lett tűzve. És két nap múlva már jött a CD levet, hogy már nincs ott a daganat. Így működik a gyógyulás, nem így, ahogy ezt csinálják és látsák. Jó szóműsor. Az egy jó szóműsor. És igaz, sokkal nem jobb, mert régen aludtak a gyülekezetben, most meg jókot lehet röhögni. Direkt mondtam ezt a szót. Mert amit bűvelnek ezek, a gyülekezetben egymás helyi hátára röpködnek, megélnek. Nem Istentől. Na erre mondja, hogy igen, én éppen szaladja, mert hanem egy kikő szaladnod, így van. Hanem egy kikő szaladnod. És keresned kell egy olyan gyülekezetet, ahol az ige alapján tanítanak, és oda meg be kell olvadnod, mert a test, a kéz, a láb, akkor esző Istenben. Kéj ott. Ha másként nem, hanem vagy Istenben otthon magázó farkasként. Az, hogy fölismerted, rossz helyen vagy, az már jó első lépcső, de ott ne rekedj le. De sokan ott rekednek le. Sokan ott rekednek le. Kedves testvéreim, abcsel 9. fejezet 40-41. Felolvasom. Ugye, más se látunk már az evangéliumban, meg az apostolok cselekedet, ezek az ördög evangéliumot hirdették, az igaz evangéliumot, az ördögöt tűzték és gyógyítottak. Semmi más nem csináltak, gondolom azért még lehettek is. Jó, most csak úgy viccesen mondom, mert semmi más nem olvasom. Ördögűzés, gyógyítás. Ördögűzés, gyógyítás, szabadító szolgálat. Hát erre lett elhívva az Isten királyságának vezetői, akik erre kaptak keretet. De jött az ördög, és látták, hogy hú, duzzod álmat kosár rendesen. Na most, mint nekiállnak a fejére olvasni a bűneit, az megsértődik, nem jött többet, kosár üres marad, mi lesz velük? Na és itt csúsztak meg. Ez volt az ördög. És akkor erre jött a kundalini, szerettek volna ők is valami erőt, meg ilyeneket, ahogy olvasták be. Ha akkor megláttak ilyen benihineket, meg minden, most nem akarok belefolyni, mert a kundaliniről külön tanítás lett. És akkor elmentek oda pénzé, megvették azt, ők is pakók, és az röpködnek az emberek. Csak ez nem a Szent Szellem. Ugyanan bűnbe marad, és az ige azt mondja, bajban van az, aki a rosszat jónak mondja. 9. fejezet 40-41. Olvasom. Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve, a dorkása, hogy meghalt, halott volt. Péter kiküldte, még küldte ki őket, mit üzenednék ők? A sok hitetlen menjetek kifelé, az én imámat ne húzzátok ám le. Oda kifelé szépen táguljatok. Ez azért van. Kiküldte. Hát ha én nekiállok imádkozni, és konkrétan tudom, két-három hitetlen van itt között, akkor nem is imádkozok. Mert a mennyezetig becsak. Eddig.
mert az ördög jogalapot nyer arra, hogy rájön az imámra, és nem megy fel a mennyei atyához. Elég, hogy a szívünk egy legyen. Egy szellemmel itatódjunk be, akkor az főhasít az ime, ima ne félj csak. Az úrhoz. Figyel, ez nagyon fontos, igen. Péter pedig mindenkit kiküldén, térdre esett, térdeesés, jó megalázás, ezt már csak böjttel tudod megfokozni, ha valamit akarsz az úrtól. Imádkozik, térdre esve, mindenki kiküldve. És a holtesthez fordulván, mondvá a holtesnek, figyelj, távít a kejpől, az pedig felnyit a szemei, meglátván Pétert és fölült. A halott abban a pillanatban föltámadt. Komoly? Ilyenre képesek. Menjetek ördögöt űzni, halottakat támasztani, betegeket gyógyítani, ez a kulcs az egyháznak. Bocsánat, Ekléziának. Ez a kulcs. Itt a Bibliában más nem veszel el. Nem azt olvasom, csap be őket, vegyél még nagyobb kosarakat, hogy a sok pénz legyél gazdag, a legújabb csippet vedd meg magadnak, jársz az esetet ott a parkolóban, milyen autód van. Én nem olvasom. Persze, ettől lehet jól autód. Nem Trabanttal kell járni, azért értsétek ezt jól. És a kezét nyújtva néki fölemeli őt, beszólítván a szentek és az özvegyasszonyokat elejébe állította őt elevenen. Majd akkor bejöhettek a hozzátok. Na gyertek csak, nézzétek meg. Most már jöhettek. Már föl van támasztva. Egy tanulmányosságot elmondok, hogy belefér az időben. Volt egy ember, engemet úgy hívta, ima alkalmam volt. És akkor valakinek csörgött ott a telefon, volt ilyen imavezető, a farizeusok már mindenre vezető van. Van, aki kivezet a vécére, van, aki a imádságot vezeti, van, aki az evangélista vezető, ott minden vezető van, de ehhez is jókő bólizatnak vezető lehetsé, vagy a székeket össze pakolhatod és örülsz. Ez egy gyakorlosi szolgálat, valakinek ezt is el kell végezni, de aki csak ezt csinálja, többre hivatott, az biztos, hogy nem szék. Pakoló ajándékot adott az úr. Na és akkor ott jött a telefon, és akkor mondja ez a... Hát ugye én ilyen lendületesen szoktam imádkozni, még nagyobb ügyével régebben. És akkor mondja, hogy van egy hölgy, csörgött ide, hogy imádkozzunk már az apjáé, mert kómában van, nem tudom, már 8 napja. Jó, névnám volt, ő szabta ezt is, meg Tibi imádkozz el itt. Így imádkoztam. Drága jóságos mennyei atyám, kérlek, hogy te küldjed a te angyalaidat és az ő lelkét, aki kiszállt a testéből, vidd oda-vissza, hogy föléledjen, Uram Istenem, a te dicsőségedre. Amen! Persze néztek ám mind a moziba, hogy ilyen imádságot nem nagyon hallottak, tudod, nem a nyekergés volt. Jaj, Uram, menj ma meg őt, meg jaj! Hanem egy ilyen ima volt. Másnap 10 órakor, mert az a hölgy ennek a imavezetőnek már jelezte, hogy az ember fölébredt, az apja. Sőt, te SMS nekem, és 10 órakor olyan emlékszek rá, telefonban. Jó volt az ima, apa fölébredt. Jó, halleluja. Tehát ezt már mondtam nektek, de inkább azoknak mondom, akik még ezt nem hallották. És akkor ez a hölgy meghívott engem, erre mennék a kórházba imádkozni ott a apukája. Ó, persze, hogy még. Én semmit nem tudtam róla, de én nem is kérdeztem, hogy mi baj, hogyan, mi. És akkor mondom neki, mondom, akkor menjél be előtte, mondd meg, hogy majd jön egy valaki, imádkozik érte, mondd meg neki, nem a kenetet hoztam a halálra. Nem azért jöttem. És akkor, ha majd ezt utána tudtam meg, vagy ott kint, míg vártunk, míg be lehetett venni, hogy patkány mérget evett ez az ember, mert a felesége első rákossal meghalt, nagyon szerette, sajnálta, és a mostani is rákos lett, azt is szereti, sajnálja, mert nem akarja végignézni, inkább saját magát kinyírja. Kérdezzége. Hát ez az ördög, na. És hát szétmalt az összes nyerőcső, minden ott szétmalva neki meg. Na végre én bemehettem, hallod, mit látok? Van egy ember, mint a hulla hallod, ilyen a csontjai látszottak, már hónapok óta kómában volt.
zsinórok lógtak, jobbró, balzsó, minden. Fú, az kiderült, beszélni se tudtak, minden szét van marva. Mondom neki, figyelj ide, először az urat be kell fogadni, az Isten királyságába be kell kerülnöd, hogy az úr meg tudja gyógyítani. Mert ebeknek nem adja oda a kenyeret. Úgyhogy azt, hogy csak kimegyünk, az gyógyítgatunk, hagyjuk már, mind az eredetű. Nem Isten sugallatára teszik. Sorrend se jó. Na, jó. Mondom, figyelj, pislancsál, mert meg se vicc hallani. Mondom, egyet értesz, pislancsál. És akkor az is tényleg mindenki teljes halálával. A befogadó imát én elmondtam, ő meg rápislantott, hogy ámmen egyet ért vele. Jó. Hát mondom, akkor figyelj csak ide. Most kiűzünk az ördögöt az életedbe, ezt a gyilkosság szellemiségét, aki ezt okozta. A pislancsá, érted? És akkor pislant. Akkor kiűzzük kedemet, az én meg jó fölhangon állok, ne félj, ott a kórházban estek is nagyon, meg ott voltak többen is bent. És akkor kiűztem az ördögöt. Na, mondom, most figyelj ide testvérem, így neki. Mondom, most már testvérem vagy. Mondom, most azért imádkozok, hogy meggyógyuljál. Mondom, föl fogsz pattani, jössz ki ebbe az ágyba. Jó, megpisztantam őtet. És akkor ezt a gyógyító kenetet, Zsidó 4.12, ne hagyd üresen a templomot. Nekem Isten tanította ezt velem, hogy ezt hát legyen komolyan a szamarító szolgálatban. És akkor szépen, uram, törzs be te a gyógyító kenetet, de minden ezt imádkoztam, uram, kütyköré, ördövédő angyalokat. Amen! Három nap múlva igyekszek, mert az idő szalad. Három harmadik nap jön a telefon, a hölgytől a lánya. Jó, azt mondja, most telefonáltak a kórházba, apu már ezik. Jó, tudom, halleluja, dicsőség az úrnak, elég jó halad. És akkor talán egy hónap se kellett, mert otthon volt, mert oda megint elhívott engemet, hogy menjek el. És már apuka rendesen nevett, tényleg, minden. Kezdtem az anyukával, meg kopasz volt, hogy akkor jártam időre. Sugárzásokat, mert ő volt rákos. Na, ott folytattam az anyám, dicsőség Istennek. De meggyógyult. És ez a menet. És az Isten elhívott, hogy erre van a kehívva, nem a kosarat állandóan a számom. Persze, aki elmondja, hogy hideti, abból éljen. Igaz. De nem azt mondja, hogy vegyél belőle egy 8 emeletes házat. Sehol nem mondhassuk. Hát a bölcs Salamont is nem az évek tették gazdagá, hanem Isten. De ő volt a világon az első, meg az utolsó, aki ezt megcsinálta. Mert nem ez a cél. Mert ha már nekem is volna 100 millió, biztos törtetném az agyamat, hogy hova tegyem. Most mi ügyek rajta, menjen tökre. Mit kéne csinálni? Ahogy mondja a bölcs Salamon, hogy a nagy gazdagság a szellem gyötrelme. És így van ez, amikor vállalkozó voltam, járt az agyam, aludni nem bírtam. Mi legyen, hogy legyen, mint legyen. Akkor ahol az úr? Igaz? Mikor a pénzen törtetett az agyadat. Jó van, esünk, kiszunk, rohánk, van. Jó vagyok. Amen? Nem rázunk még áldás. Na szóval, kedves testvérem, most már nagyon igyekeznem kell. Már 2:15. Gyorsan még ezeket felolvasom, hogy menjen ki az életekre jó kis igék. Márk 7. fejezet, 15-23-ig. Olvasom. Nincs semmi az emberen kívül való, ami bementvén ő belé megfertőztethetné őt, hanem amik belülről jönnek ki, azok fertőzik meg az embert. Ha valakinek van füle hallása, hallja. És mikor a házba ment vala be a sokaság közül, megkérdezik őt tanítványai példázat felől. Mondá neki, ti is ennyire tudatlanok vagytok én? Nem értitek én, hogy ami kívülről megy be az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg azt. Irasz te akár csócsavat is, de nem szánszándékkal pálunk a helyet, mert akkor biztos, hogy bajod lesz, de a tévedésből beleinná, nyugodt lehetsz, hogy az úr tégedet az hatástal emítsa. Azt tudni biztos. Mert nem szívébe megy be a kaja, meg a fertőzés, nem a szívébe, hanem a gyomrába. Árnyékszéken kerül, árnyékszékbe kerül, amely minden eledelt megtisztít. Mindent hallottad? Mindent. Már mikor a szádba beveszed, a te nyelvedbe olyan savak, olyan képződmények vannak, hogy már ott hatástalan is. A tudományának idején mélységében tanulgattam orvosi tudomány, mondják ezt.
hogy hogyan működik a belső szer. Mondnál tovább, ami az emberből jön ki, az fertőzteti meg az embert, mert onnét belülről az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörés, parádosság, gyilkosság, lopások, telhetetlenségek, pénzéség, gonoszság, álmokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevégés, bolondság. Innét bentől. De hogyan? Az mind a démon. Démon azt mondja, látkod meg őtet, és akkor... csinálod, mert ott benne van, címben. Na ez, ettől ez beteg az ember. Máté 12.43. Máté 12.43. Kicsit igyekszünk. 12.43. Halleluja. Mikor pedig tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyet keres, jár, nyugalmat keresve, és nem talál. Akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahol még kijöttem, és oda menvén üresen, kisöpörve, és föl ékésítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé más 7 szellemet, magánál gonoszabbakat, és visszamegy az emberbe. Szóval üresen nem lehet hagyni a templomot. Itt megvan szépen az Isten sorrendje, kiűzted, meggyógyult, üres a templom, töltekezzen be mindjárt a Szent Szelleme. Ez a folyamata ennek. És aki ezt kihagyja, azt kihagyja, amaz kihagyja, semmi nem fog történni, csak ideig óráig el van varázsolva, hogy ő így meggyógyult, úgy meggyógyult. És Zsidó 4.12, és ebben bezárjuk a igéket. Zsidó, halleluja, dicsőség Istennek, felolvasom. Zsidókhoz írt levele, 4. fejezet, 12-es igevelése. Már mindjárt ismeritek ezt a jó kis igét. Dicsőség Istennek, olvasom. Ott vagyunk. Nem. Na, mert Istennek igéje élő és ható. Mert, ami most kiment. Élő és hat. Ha ezt beengeded a szívedbe, élni fogsz és hatékony lesz, rámutat a bűneidre. De akkor te ne tapargasd, hanem szabadulj meg tőle. Élesebb minden két élő fegyverné. Éles, aztán nem kerületed ki, mikor az ige téged megvizsgál. Ajaj. És eladd a szellemnek. Tisztítsa először a szellemet. Mert a szellem által tudod a lelkedet is helyre tenni, meg a testedet, és nem fordítva, hogy ne kívánd, és a lélek parancsol, sok keresztény, testi keresztény, a lelke parancsol. Nem a szelleme, szelleme még kalott. Azt mondja, eljut a szellemnek, a léleknek, helyre igazítja a lelkiismeretet. Hogyan? Hogy a bűneidet megvallod, meg aki tükör, bocsánatot kér, és a lelkiismeretetet, ha jól érzed magad, a bőrödben, aj, de jó. Ilyen jó ez, uram? Hát vele ilyen jó ez, nincs lelkiismeret, tudomás, meg ezt csaptam be, azt csaptam be. Érted? Vagy ezt gondoltam már, vagy azt gondoltam már, már gondolat bűn már. Szóval helyre kell a lelkiismeret. És ideknek, velőknek megoszlásáig. A vér képedet is megtisztítja. Már nem mondottam a bizonyságot, mert sokat tudnánk mondani erről is, hogy a vérkép ott volt a kórházba. Imádkoztam érte, ezzel az igét kértem az Úr tőtjöbe, 2 napon jön a telefon, azt mondtak, jó a vérképen. Sörült. Na, egy igaz ima. Ott. Megkötöztük, kiűztük azt, aki okozta, és így tovább. És azt mondja, megítél a szívnek gondolatát, ami ott benne van. És a szándékait. Na, ebben az igével követődek ezni. Kedves testvérem az Úrban, a mai napban ennyi fér bele, szóval én úgy érzem, hogy elég hatékonyan és az igék igazolják azt tele le, hogy az evangéliumot hirdetni kell, a teljes evangéliumot, az igaz evangéliumot, ugye, hogy ki az ördög, mi az ördög, és azáltal jön a betegség, ami kívánságaink által férkőzik be oda a szívünkbe, az ördög, és aki Szent Szellem által van betöltekezve, az kapott Istentől kenetet, hogy ki is üzze, mert nagyobb kell, hogy benne legyen, igaz? Másképp kiröhög.
És akkor ugye jön, ő fölismeri, ez a szabadító szolgálat, ez nem egy órás program, hogy beszaladsz kezemet, pakolom, azt csak üvöltözök, hogy menjen ki fegyezetnek. Hanem bizony elbeszélgetni vele, hogy mikor túl van, ha már 8 éves korban, ha ott valami történt, na menjünk vissza akkor az időszakra, hogy rájöjj, hogy mi történt ottan, vagy mibe sérültél bele, és mindjárt ott egy ördög bement, vagy 15, ha nem egy 15, és akkor ugye ezt föl kell ismerni, te fölismerted, rájöttél, megtagadott tiszta szívből, bűnbánatra jutsz, nem csak megbántad egy kicsit, hanem bűnbánatra jutsz. És akkor kiűzi az ördögöt, aki kapott rá kenetet, ne hagyd üresen a templomot, és ez a gyógyító kenettel, amit van a szívedet, mindent helyre tesz, imádság, betöltek ezt a Szent Szellem tüzes gyógyító kenetével, és ekkor tudtad átvenni azt, amit leír az ige 1 Péter 2.24-ben, Úr Jézus Krisztus sebeiben már meggyógyultunk. Mert ezt sokan mondják, hogy ott tele vannak betegsége. Mert nem csak mondani kell. Hát itt van egy folyamat. És ezért írod ott a Szentírás, nem azért van vastag, hogy a szél ne fújjon el bennünket, a 20 kilócsak vagyunk, hanem azért, hogy minden egyes betűjét te ismerjed Szent Szellem által, hogy Isten mit szeretne. És ez a folyamat a gyógyulásod. Aki másképp csinálja ezt, kihagyja, az nem biblikus. És van, én kettőt tudok idáig, akik bizony ennek alapján így munkálkodnak. Két szemét. Beleértve a világot, biztos van a fejét, csak én nem ismerem. De sok kegyelmes, meg ezeket azokat ismerjük, hogy nagy előszeretette idehozták már Magyarországra az összeset. Az összes fertő azért jött Magyarország, külföldről hozták be. Mert a külföld az mindig jó. A kúcs felét hoz, az is jó nekik. De ilyen buduskák. Nincs ige ismeretük. Na, egy imádsággal bezárjuk, kedves testvére. Halleluja. Szeretlek benneteket. Azért volt ez ilyen fenyítékes. Drága mennyei atyám, hálásak vagyunk, Uram Istenem. Köszönjük, atyám, ezeket az igéket, Uram. Hála töltel a szívünket, Uram, hogy te azt nekünk bölcsességet, tiszta látást, Uram. Leveszed a szemünkről a vaklátó szemüveget, kihúzod a fülünkből a füldugót, hogy halljuk az igaz evangéliumot, Uram Istenem, és Istennek hangját. Atyám, én ezért hálás vagyok, és akik nézik és fogják majd nézni ezeket a tanításokat, kérlek, drága jóságos mennyei atyám, hogy te tisztíts meg őket, hogy erre a széles útról, a szűk keskeny útra tudjanak járni, amelyben leírod a Máté evangéliumában, hogy igen, kevesen ismerték meg a szűk, keskeny utat, amely a mennyek országába vezet. Uram, mi kérünk tégedet most egy gyakorlattal, segíts azoknak, akik nézik ezeket a tanításokat, hogy ismerjék föl a teljes igazságot, és meg tudjanak térni belőle a bűnökből, mert a megtérés a bűn. Úr Jézus nevében megáldom őket. Amen. Amen. Amen.